Köszöntöm az Innovízió nézőit! Tudományos magazinunkban három a Szegedi Tudományegyetemhez kötődő kutatást mutatunk be önöknek. Megtudhatják, hogy melyek az új irányvonalak a modern gyógyszerkutatásban, és azt is, hogy mitől volt erős Popeye a tengerész. Végül pedig a pattanásos bőrbetegség hátterében álló molekuláris folyamatokról ejtünk szót. Tartsanak velünk! A gyógyszerészeti kutatások terén az utóbbi évtizedben paradigmaváltás következett be. Ez a változás leginkább a hatóanyagok méretével kapcsolatos szemléletben érhető tetten. Az új irányvonalak az STI Gyógyszerésztudományi Kar Gyógyszerkémiai Intézetének munkatársait is foglalkoztatják. A Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerkémiai Intézete nagy múltra visszatekintő, nemzetközi viszonylatban is jegyzett kutatóközpont. Munkatársai az elsők között reagáltak azokra a változásokra, amelyek a gyógyszerészeti kutatások terén az utóbbi időben bekövetkeztek. A gyógyszerkincsünknek a nagy része úgynevezett kis molekula. Ugyanis a sejtek, illetve a biomolekulák közötti kommunikációt a szervezeten belül is sokszor kis molekulák közvetítik, és a hatóanyagok így módon nagy része pont ebbe a kommunikációs áramba szól bele. És körülbelül azt lehet gondolni, hogy azok a támadható információs útvonalak a szervezeten belül, amit eddig könnyű volt megközelíteni, azokat már sikerült is, és egyre inkább nehéz új célmolekulákat találni, biomolekulákat találni, amelyek így módon specifikusan és erősen és szelektíven tudnak kölcsönhatni ezekkel a kis molekulákkal. A gyógyszerészkutatók figyelme az utóbbi években a közvetlen biomolekula-biomolekula kölcsönhatások felé fordult, mint például a protein-protein kölcsönhatások, amelyek nagy felületen jönnek létre. Ezek kis molekulákkal való befolyásolása, ha nem is lehetetlen, de nagyon nehéz. Egy kis molekulának a szelektív kölcsönhatásához arra van szükség, hogy ezekben a célmolekulákban legyen egy pici barlangszerű képződmény, egy kis kavitás, ahova a kis molekula be tud illeszkedni. De egy ilyen nagyfélszínű kölcsönhatáson ez nincs. Ezért olyan fehérjék szükségesek, olyan makromolekulák szükségesek, akik ezt a nagyfélszínű kölcsönhatást létre tudják hozni. Ilyenek például az antitestek. Tehát ezt úgy néz ki, hogy sikeresen el tudták tanulni a gyógyszerkutatásban dolgozók, illetve a gyógyszerkutatásban mozgó cégek az immunrendszertől, hogy az immunrendszer által gyártott antitesteket utánozzák, és ezeket készítik el úgy, hogy minél specifikusabban kölcsönhassanak a célmolekulával. Viszont ezeknek is van jó pár problémája. Önmaguk is immunogének lehetnek, a polcélet tartalmuk nem túlságosan hosszú, persze ezen dolgoznak, hogy ezeket a tulajdonságokat javítsák, de bizonyos esetekben ez nem megoldható. Ezért, amivel mi foglalkozunk, az a úgynevezett arany középút. Az STI Gyógyszerkémiai Intézetében olyan mesterséges molekulákkal foglalkoznak, amelyek elég nagyok ahhoz, hogy kialakítsák a megfelelő kölcsönhatási felszínt, de még nem akkorák, mint az antitestek, és feltehetően nem váltanak ki immunreakciót. Ezeket hívják mesterséges önrendelkező rendszereknek, vagyis foldamereknek. Ezek tipikusan összefüggnek azokkal a betegségekkel, amelyek eddig még megoldatlanok. Célzok erre. Célzok itt a rákra, az Alzheimer-kórra például. Itt vannak olyan protein-protein kölcsönhatások, amelyeknek a gátlása, befolyásolása célhoz vezethet. Ez nem jelenti azt, hogy itt most egy-két éven belül megoldás születik. Inkább itt arra kell gondolni, hogy minden új ötlet érdeklődést vonz, minden új ötlet hordozza magában a lehetőséget, hogy egyszer majd eredményhez vezethet, és mi is ebbe bízunk, hogy a mi molekuláink egy olyan fajta új ötlet, ami hosszú távon megoldást nyújthat.
A Gyógyszerkémiai Intézetben tervezéssel, számítógépes molekulamodellezéssel kezdődik a munka. Miután a szerves preparatív laborban előállították az anyagot, megvizsgálják a szerkezetét, kiértékelik az adatokat, és megfigyelik a célmolekulákkal való kölcsönhatásokat. Ez egy NMR spektrométer, aminek a működési elve az, hogy van benne egy nagyon-nagyon erős mágnes. És az atommagok molekulákon belül úgy működnek, mint egy pici tűmágnes. És hogyha ebben nagyon erős mágneses térbe betesszük őket, akkor kétféle állapotuk lehet. Egyrészt párhuzamos, illetve a mágneses térrel ellentétes irány. És rádióhullámmal tudjuk őket befolyásolni, hogy melyik irányba álljanak. És a rádióhullámnak a frekvenciája, ugyanúgy, mint a rádió adóknak a különböző frekvenciája, más és más lehet. És attól függően, hogy az atommagokban, tehát az atommagok ebben a mágneses térben milyen frekvencián jelnek el, illetve egymással milyen kölcsönhatásban vannak, nagyon sokat elárul az anyag szerkezetéről. Egyrészt az atomok kapcsolódási sorrendjéről, másrészt az atomok egymáshoz képesti helyzetéről, azaz a térszerkezetről. Ezeket a vizsgálatokat el tudjuk végezni kis molekulákon, illetve egészen nagy protein méretű, illetve magukon a proteineken is használhatjuk ezt a vizsgálati módszert. A foldamerek kutatásának iránya az utóbbi években a strukturális vonatkozásoktól a biológiai alkalmazások felé tolódott. Ugye tudjuk, hogy a fehérjék azok például alfa-aminosavakból épülnek föl. Mi ezeket az építőelemeket kicseréljük, mesterséges építőelemekre, ezeket kapcsoljuk egymás után sorban, ugyanúgy, mint az alfa-aminosavak vannak egymás után építve a fehérjékben, és vizsgáljuk azt, illetve próbáljuk azt elérni, hogy ezeknek jól meghatározott szerkezete legyen, kialakítsák ezt a nagy kölcsönhatási felszínt, amit aztán finom hangolni tudunk. Nekünk kimondottan a fókuszunkban a beta-aminosavak vannak, amennyiben különböznek a természetestől, hogy egyetlen szénatommal hosszabb a peptidnek a gerince, viszont ez a látszólag kicsi különbség egy teljesen új univerzumot nyitott ki, teljesen új szerkezetek jelentek meg, kiderült, hogy ezzel a hosszabbítással sokkal könnyebb szabályozni a térszerkezetét ezeknek az anyagoknak. Emiatt aztán, hogy úgy mondjam, egy új szerszámos láda került a kezünkbe, amivel reméljük, hogy majd nyilvánosan is érdekes és jó hasznosítható eredmények fognak születni. A foldamerek kutatása mintegy 10 éves múltra tekint vissza. A Szegedi Tudományegyetem munkatársai az elsők között kapcsolódtak be a munkába, így ma a vezető kutatók között tartják számon a szegedieket. Azt gondolom, hogy a Szegedi Tudományegyetemen olyan biológiai kutatások folynak, tekintve a rákutatást, illetve hát itt a Neurobiológiai Tudásközpont kapcsán az Alzheimer-kort például, ahol ezek az anyagok valószínűen sokat tudnának tenni. Most azt mondhatom, hogy az előzetes eredményeink alapján ez erre jó esély van, és nagyon kézenfekvő volt az, hogy csatlakozzunk ezekhez a kutatásokhoz. Tehát azt hiszem, hogy a Szegedi Tudományegyetem egy nagyon jó hely ahhoz, hogy ezekkel a mesterséges önrendeződő rendszerekkel, illetve a biológiai alkalmazásaival foglalkozzunk. A rajzfilmből jól tudjuk, hogy amikor Popeye-nek a tengerésznek az erejére volt szüksége, gyorsan evett egy kis penótot. A kisgyermekeknek sem véletlenül mondják, hogy egyék meg a zöld színű főzeléket, hiszen valóban erősebbek lehetnek tőle. A 80-as években éppen a Szegedi Tudományegyetem farmakognóziai intézetében mutatták ki, hogy a parajfélék nagy mennyiségben tartalmaznak egy különleges vegyületet, egdiszteroidot. A Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kar Farmakognóziai Intézetében az 1980-as évektől kezdődően foglalkoznak az úgynevezett egdiszteroidokkal.
Ezt a vegyületet először rovarokban fedezték fel, később más állatfajokban is kimutatták a jelenlétét. Már 1922-ben Kopecz volt az, aki feltételezte, hogy a rovaroknak a teljes rendülése, teljes átalakulás, hormonok által irányított folyamat, de csak 1954-ben igazolódott be ez igazán, amikor is Karzon és Butenand fél tonna sejemhernyobárból izolálta az első egdiszteroidot, az egdizont, mégpedig 25 mg-ot, de csak 11 évvel később sikerült a teljes szerkezetét felderíteni ennek a vegyületnek. Mind az izolálás, mind pedig ez a szerkezet felderítés a századnak egy csúcs teljesítménye volt. Egy véletlen folytán 1966-ban kiderült, hogy a növények is bioszintetizálnak egdiszteroidokat. A véletlen felfedezés elindított egy termékeny kutatómunkát, amely során a növényvilág mintegy 2%-át átvizsgálva a vizsgált fajok 6%-ában találtak ilyen vegyületeket. Az is kiderült, hogy az egdiszteroidok az állatvilághoz képest 4-6 nagyságrenddel nagyobb mennyiségben fordulnak elő a növényekben, és a szerkezeti változatosságuk is sokkal nagyobb. De vajon miért olyan fontos, hogy a növényekből kinyerjük ezt az anyagot? Az első vizsgálatok azok tulajdonképpen a fehérje szintézis irányába mutattak. Az alapötletet az adta, hogy a vedlés során a rovarok szervezete megnő. Nagyobb lesz a tömege a testnek, a testtömege megnő, fehérje szintézis fokozódás történik a vedlések alatt és az átalakulás különböző fázisaiban is. Tehát feltételezték, ez az alapötlet, hogy feltételezték azt is, hogy nyilvánvalóan ezek a vegyületek a humán szervezet számára és fehérje szintézis fokozó hatással bírnak. Aztán kísérletes farmakológiai adatok sora született meg, és ezek az adatok bizonyítják, hogy igen, valóban számos állaton, számos vagy megfelelő dózis tartományban, különböző adagolási módban tényleg fehérje szintézis fokozó hatással rendelkeznek ezek a vegyületek. A farmakológiai intézetben kezdetben azzal foglalkoztak, hogy különböző növényekben kimutassák az egdiszteroidok jelenlétét. Ők fedezték fel, hogy a spenótból és a libatopfélékből izolálhatók ezek a vegyületek. Később azt vették kurcső alá, hogy az emlősökben ezek az anyagok indukálnak-e izomtömeg növekedést. Én is az intézet munkájába kapcsolódtam be, ugye, ami leginkább egy ilyen növénykémiai munka, tehát első körben én is egdiszteroidokat izoláltam egy adott növényből, a Silene viridiflórából vagy zöldvirágú habszegfűből. Majd a későbbiekben lehetőségem nyílt arra, hogy ezeket ilyen biológiai teszteken, állatokon, tehát a hatásukat meg tudjuk nézni. Ezt kooperációban az Orvosi Biokémiai Intézettel tettük meg, dr. Zádor Ernő vezetése alatt. Patkányokat osztottak három csoportba, és egdiszteroidokkal kezelték őket. Utána megvizsgálták az izomrostjaik átmérőjét. Az első csoportunkban végül is normális, egészséges patkányokat vontunk be, akik csak megkapták a kezelést, és figyeltük, hogy ilyenkor történik-e változás, és valóban azt tudtuk rögzíteni, hogy igen, egy hetes kezelés után az állatok izomrostjainak a mérete jelentősen megnőtt a kontroll állatokéhoz viszonyítva. Aztán a következő lépésünk az volt, hogy egy ilyen izomregenerálódó modellben próbáljuk megvizsgálni az egdiszteroidok hatását, ami azt jelenti, hogy az állatok izmait hát egy ilyen kígyóméreggel tulajdonképpen az izomrostokat elroncsolják, és akkor az nagyon gyors regeneráción megy keresztül. Arra voltunk kíváncsiak, hogy igen, hogy a vegyület hatására gyorsabb lesz ez a regeneráció, és itt is azt tapasztaltuk, hogy igen, jelentősen, azt hiszem 20-30%-kal gyorsabban, hamarabb regenerálódtak az izmaik, ami szerintem egy nagyon szép eredmény.
A metilprednizolont széles körben alkalmazzák gyulladást csökkentő gyógyszerként, de mellékhatásként izomsorvadást okoz. A patkányok harmadik csoportjának ezt a gyógyszert adagolták egdiszteroiddal együtt. Erre a kísérletre kooperációban Belgiumban került sor. Ezt rekeszizom patkányok rekeszizmán vizsgáltuk meg, hogyha az egdiszteroidot, ezt a 20-hidroxiegdizont, amiről szó van, együtt adagoljuk ezzel a metilprednizolonnal, akkor vajon ez az izom atrófia, vagy hát izom sorvadás mértéke csökkenthető-e? És itt is azt tapasztaltuk, hogy valóban sikeresen lecsökkent a nem sorvadta annyira, sőt, szinte egyáltalán nem az állatoknak a rekeszizma. Ennek viszont már klinikai jelentősége is lehet akár, mert mivel hogy ezt a vegyületet nagyon gyakran használják, és a kellemetlen mellékhatása miatt sokszor ez nagyon megnehezíti a betegek mindennapjait. Az egdiszteroidok az emlősök szervezetében nem a hormonális rendszer befolyásolásán keresztül működnek, így az anabolikus szteroidokkal ellentétben nincs a hormonális rendszerre kifejtett mellékhatásuk. A kutatások során eddig toxikus hatást sem tapasztaltak. Így az egdiszteroidok hosszú távon hasznára lehetnek az izomsorvadásban szenvedő betegeknek, és az egyes gyógyszerek izomsorvadást okozó mellékhatásainak enyhítésére is alkalmasak lehetnek. Említettem már, ez ideig a növényvilágnak csak 2%-a szűrővizsgálata történt meg ez ideig. Tehát széles tárháza van még annak, hogy új tématerületek kerüljenek ki, nem szólva arról, hogy ugye nem csak egy vegyületet tartalmaznak, egy egdiszteroidot tartalmaznak a növények, hanem egy egdiszteroid keverékeit. Minden növény egy-egy egdiszteroid koktél tartalmaz, tehát új vegyületek felfedezése továbbra is előttünk áll, és egy-egy új téma, egy-egy új növény kidolgozása, feldolgozása, egdiszteroid izolálása, szerkezet meghatározása és hatástani vizsgálata szempontjából a jövő kérdése továbbra is. A növényvilág kifogyhatatlan tárháza a biológiailag aktív vegyületeknek, így a jövő kutatóira még számtalan feladat vár. A legtöbb ember élete során legalább kamaszkorában biztosan találkozik azzal a kellemetlen tünettel, amit hétköznapi nevén úgy hívunk, hogy pattanás. Gyakorisága ellenére a kialakulásának hátterében álló molekuláris folyamatokról keveset tudunk. Ezeket vizsgálják a Szegedi Bőrgyógyászati Klinikán működő dermatológiai kutatócsoport tagjai. Az akne vulgaris, vagyis a pattanásos bőrbetegség a fejlett nyugati társadalmakban a serdülőkorban lévő populáció 80-90%-át érinti. Sajnos gyakori, hogy nem csak a kamaszok, de a felnőttek is szenvednek a kellemetlen tünetektől. Kialakulásában a serdülőkori hormonális változások, az ennek következtében kialakuló fokozott fagyútermelődés és bakterális kolonizáció is szerepet játszik. Azt is tudjuk, hogy az egyéni genetikai hajlamosító, illetve védőfaktorok is meghatározzák, hogy ki mennyire súlyos tünetektől fog szenvedni élete során. Korábbi elképzelések szerint az előbb felsorolt 5 faktor az, ami fontos szerepet játszik a tünetek kialakulásában. Az újabb elképzelések szerint azonban az életmód szerepe is egyre nagyobb hangsúlyt kap. Ismert ugyanis, hogy különböző természeti népek esetében a különböző populációs betegségek, mint például a 2-es típusú diabétesz elhízás, vagy a szív- és érrendszeri betegségek aránya jóval alacsonyabb, és ezekben a populációkban érdekes módon az akne is szinte teljesen ismeretlen. Ilyen leírások ismertek például az eszkimók, bantunégerek, dél-amerikai indiánok, illetve a II. Világháborút megelőzően Okinawa szigetének őslakosai körében is. Mindezek az adatok arra utalnak, hogy az, hogy hogyan táplálkozunk, mennyire stresszes körülmények között élünk, fontos szerepet játszik nem csak ezen betegségek, hanem az akné kialakulása szempontjából is, illetve felvetik annak a lehetőségét, hogy az akné is tulajdonképpen egy a nyugati típusú populációkra jellemző.
A Szegedi Tudományegyetem és a Magyar Tudományos Akadémia dermatológiai kutatócsoportja a bőrgyógyászati klinika laborjaiban többek között azt vizsgálja, hogy a különféle patogénfaktorok milyen módon játszanak szerepet az akne molekuláris patogenezisében. Az egyik megközelítés az az, hogy olyan genetikai faktorokat próbálunk azonosítani, amelyek vagy hajlamosító, vagy védő szerepet játszanak a betegség kialakulása során. Ezeknek módosító szerepük lehet, illetve függhet tőlük, hogy valaki mennyire lesz hajlamos arra, hogy például súlyos aknés tünetektől szenvedjen. A másik megközelítés pedig az, hogy a keratinociták, illetve az akné kialakulásában is szerepet játszó propionibaktérium aknesz kölcsönhatását vizsgáljuk. Megvizsgáljuk azt, hogy melyek azok a gének, melyek azok a folyamatok, amelyek elindulnak a baktérium hatására a bőrsejtekben. Próbáljuk azonosítani ezeket a folyamatokat, megnézzük azt, hogy melyek azok a gének, amelyek ezekben a folyamatokban szerepet játszanak, és milyen módon, milyen változások következnek be akkor, amikor a patogén folyamatok, illetve a bőrtünetek kialakulnak. A dermatológiai kutatócsoport biobankjában aknétól szenvedő és kontroll egyének vérmintái találhatók, amelyek segítségével gondosan megtervezett átfogó, genetikai jellegű esetkontrollvizsgálatokat végeznek. Ezekből a vérmintákból izolálunk genomikus DNS-t, majd pedig előre meghatározott általunk kiválasztott úgynevezett egynukleotidos polimorfizmusok előfordulási gyakoriságát vizsgáljuk molekuláris módszerekkel a két csoportban. Összehasonlítjuk ezen polimorfizmusok előfordulási gyakoriságát a két csoportban, és a gyakoriság különbségekből próbálunk megkövetkeztetni arra, hogy vajon ezek szerepet játszhatnak-e az aknéra való hajlam kialakításában. Emellett laboratóriumi körülmények között in vitro keratinocitákat, vagyis hámsejteket tenyésztenek, és megfigyelik a bennük végbe menő változásokat, amelyeket a propionibaktérium aknesszel való kezelés eredményez. Az akne tüneteire és lefolyására vonatkozóan sok klinikai adat áll rendelkezésre. Ám annak ellenére, hogy az elmúlt néhány évtizedben jelentős fejlődés következett be a tünetek kialakulásának hátterében álló molekuláris folyamatok megismerésében, a mai napig nem ismerjük ezen folyamatok minden részletét. A Szegedi Kutatócsoport munkája ezek megértéséhez járul hozzá. Jelentősége van abból a szempontból, hogy az itt képzendő, főleg orvosok, hiszen azért alapvetően orvostanhallgatók azok, akik a klinikán megfordulnak, jobb képzésben részesülhetnek azáltal, hogy a terület, tehát a különféle bőrbetegségek pontos patomechanizmusát megismerhetik. Jöhetnek a laboratóriumba dolgozni, TDK munkát végezhetnek, vannak is folyamatosan TDK hallgatóink, PhD hallgatóink, akik szerepet, tehát részt vesznek ezen kísérleteknek a tervezésében, illetve elvégzésében, tehát lehet egy ilyen jelentősége az itt folyó kutatásoknak. Illetve hát mindenképpen azt gondolom, hogy jelentős az, hogyha a gyógyítás mellett alapkutatás jellegű tevékenység is szerepet kap a klinikákon. Önök a Szegedi Tudományegyetem Innovízió című műsorát látták. Köszönöm a figyelmet, tartsanak velünk két hét múlva is, amikor újabb tudományos eredményekkel várjuk Önöket. Viszontlátásra! Készült a Szegedi Tudományegyetem megbízásából a tudományos eredmények elismerése és disszeminációja a Szegedi Tudományegyetemen program keretében. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.